Üdvözlet mindenkinek 2022. december 28-án az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal az egészségről lesz szó, a látás egészségéről, különösen valamint szokásainkról és hogyan alakíthatjuk ezeket ki, milyen pozitív hatása lehet ezeknek életünk alakulására mielőtt elkezdjük. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. El is kezdeném ezt, pszichológus.mrázkata.com weboldal egy cikkével, amiben arról ír ez a hölgy, hogy változtass meg szokásaidat és megváltozik az életet. Amennyiben jobban belegondolsz, akkor tulajdonképpen a napi rutinjaink nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen lesz életminőségünk. Ha nem is itt az Infobubble csatornán vagy weboldalon, de már számos alkalommal én beszéltem arról, hogy a szervezet az mindig arra törekszik, hogy fenntartsa azt az alap biztonságos életformát, amit homeosztázisnak hívnak, ezt a belső harmóniát, vagy egyensúlyt, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető leggazdaságosabbá tegye a saját működését, ennek a jelenségnek köszönhető egyébként az, hogy képesek vagyunk edzéssel fejlődni többek között. De tágabb értelemben mindenféle alkalmazkodás, az ehhez köthető, hiszen azért alakítja ki a szervezet ezeket a képességeket, illetve struktúrát, hogy jobban ellenálljon a környezetnek, és ezzel hatékonyabbá tegye az energiaháztartást. Ez az, amit leír ő itt ebben a bekezdésben. Az agyunk szeret hatékony lenni, hiszen ez az életben maradásunknak a kulcsa. Ahhoz pedig, hogy ez megvalósuljon, szükség van volt bizonyos rutinoknak a kialakítására hogy automata üzemmódban is meg tudjuk tenni a dolgokat, ami sokszor nagyon hasznos, például a fogmosáskor ugye nem kell gondolkodnunk, és ezzel időt és energiát spórolunk meg. Nyilván a másik oldalon fontos, hogy felismerjük, hogy mi az a szokás, ami nem visz minket előre. Szintén egy gondolat, ami nagyon sokszor előkerül mostanában, inkább a yahoo.weboldalon, weboldalon, de előkerül az, hogy tulajdonképpen a tudatos jelenlét gyakorlásának az a lényege, hogy felismerjük, hogy melyik szokás már nem visz előre. Észre kell venni, hogy mikor nem válik hasznodra a robotpilóta üzemmód, és tér vissza a jelenbe. Gyakorlatilag ez a tudatos jelenlétnek a definíciója, meg a gyakorlati végrehajtása is. Ismert fel, hogy ezek az automatikus cselekvések olyan szokások, melyeket meg tudsz változtatni. Ami elindított ezen az úton, ebben a videóban, az, ez az Andrew Huberman videó volt. Megmutatok még néhány részletet tőle majd később a látással kapcsolatban, de szó szerint ugyanezt mondja el a szokásokról ez az ember. a A szokások azok meghatározzák, hogy kik vagyunk, és az, amit, mint szokásokat végrehajtunk, azok, az általában, amit nagy részt csinálunk, hiszen az életünk nagy részét a szokások teszik ki. In fact, Nagyjából becslések szerint 70%-a az ébren töltött időnek az a szokásainkból tevődik össze. Érdemes tehát mindenkinek ezzel foglalkozni, hogy kialakítson olyan szokásokat, amik hasznosak, illetve elhagyjon olyan szokásokat, amelyek károsak, és ezáltal nagyon megegyszerűsítheti mindenki a saját életét. Ilyen például az edzésnek a bevonása az életbe, vagy a dohányzás elhagyása. Persze ezek nagyobb dolgok, de így gondolkodjon mindenki erről. Dohányzás az egy szokás, ugyanúgy, mint ahogyan az edzés. Azt mondja, hogy tartós változás az új szokás lényegében. Három dolog szükséges ahhoz, hogy kialakítsunk egy új szokást: kell egy inger, ami kiváltja azt a szokást, kell egy rutin, egy automatikus cselekvés, amit ismételgetünk, és szükséges egy jutalom, amit a szokás gyakorlása után kap az ember. És ilyen mindig van, nem véletlenül ragaszkodunk bizonyos rossz szokásainkhoz. Ez a jutalomra gondol. Ez összefügg persze a hormonrendszerrel, a dopaminnal kapcsolatban, beszéltünk erről azt hiszem, hogy nem ezen a csatornán, de beszéltünk, ez nagyon fontos, hogy az ember, mikor kialakítja ezt a szokást, akkor egy idő után nagyjából úgy, mint ahogy idomítják a kutyát. Eleinte kap valami utalomfalatot, de utána már csak csinálja magától, és csak néha kell neki adni. Ez így van az emberrel is. Az a hormonális reakció, amit elérünk azzal, hogy végrehajtjuk azt, amit elterveztünk, az a jutalom az idegrendszer számára, és ez serkent minket arra, hogy végezzük ezt a cselekvést. Tudom, hogy ez nem feltétlen az új világrendel, meg a világ végével kapcsolatos, de én nagyon érdekesnek találom, és szerintem mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy megváltoztassuk a viselkedésünket. Hosszú távon az apró szokások, azok egy teljesen új embert képesek formálni, hisz látjuk, hogy mennyire nagy részét teszik ki az életünknek. Ugye azt mondja példának, hogy hazaérkezünk, leülünk a kanapéra, bekapcsolja az ember a tévét, nasol valami finomat, és a hazaérkezés az inger, amiről beszélt korábban. Bennyit az ember a lakásba, meglátja a tévé képernyőjét. A rutin, az automatikus cselekvés az, ahogyan a távirá nyitó után nyúl, az ember bekapcsolja a tévét, hiszen ez az a szokás, amit kevés kivételtől eltekintve nap mint nap ismételget. A tévézés pedig a jutalom, ami elfeledteti a napi stresszt, megnyugtatja az embert, a nassolás, némi endorfint termel, ugye a csokoládése, több boldognak érzi magát. Ez a rutin aztán kialakul, és ismétli az ember, mert a jutalmat várja a tevékenység végén, illetve közben. A probléma ugye az, hogy ő is megjegyzi, hogy ez egy, ez egy rossz szokás, akár tetszik, akár nem. Ráadásul minden normális emberben ilyenkor lelkiismeret furdalás is felmerül, ami egy idő után tönkreteszi, ezt az élvezetét, meg a jutalmat is elfeletteti vele. Mindannyiunknak meg kell vizsgálnunk az életünket, és fel kell fedeznünk azokat a szokásokat, amelyek nem visznek előre minket, és azokat a szokásokat, amelyek előre visznek minket. El fogom mondani hamarosan, remélem, hogy eszembe jut a látással kapcsolatban, hogy én milyen új szokásokat igyekeztem, és igyekeztem beépíteni az életembe annak érdekében, hogy, hogy tegyek valamit a látásom javítása, illetve legalábbis megőrzése érdekében. Szintén egy ismerős elmélet ez a következő: hogy számtalan kutatás bizonyítja, hogy kitartóan nap mint nap egy-egy apró lépést teszünk a siker érdekében, akkor hatalmas eredményt érhetünk el hosszú távon. Szóval a lényeg a kitartás és a folyamatos gyakorlás. A gyakorlás olyan, mint az állatnak például az idomítása. És nem feltétlenül hasonlítanám az embert egy állathoz, de ebből a szempontból a viselkedés az mindenképpen azonos, mégpedig az, hogy ha folyamatosan újra és újra csináltatom vele azt a gyakorlatot, akkor egy idő után az csak rutin lesz, különösen akkor, hogyha jutalmazáshoz kötöm. Ugye a Pavlovnak a híres kísérlete az erre vonatkozik, de az ember is ugyanígy működik. Mindenféle aranyköpéseket tele van ez a cikk, a siker nem más, mint néhány egyszerű szokás, amit nap mint nap ismételgetünk, és ez pontosan így van. Ki kell szelektálni a negatív szokásokat és hatásokat, amelyek sokszor emberek azokat el kell hagyni, és újakat kell helyette rendszeresíteni a mindennapokban, így, így meg tudja az ember változtatni az életét, és hogyha ez lépésre-lépésre kis, kis mértékben halad, az is nagyszerű, mert hosszú időn át óriási eredményeket lehet elérni. Nem beszélve arról, hogy amikor bevezet az ember egy új szokást, és kitart mellette, akkor az önbizalmat és boldogságot is ad. A változtatás résznél ő itt azzal kezdő, hogy nézze meg az ember a reggelt, példának hozza ezt fel. Én ezt nagyon javaslom mindenkinek, a reggeli órák munka előtt általában mindenki számára, vagy munka után az esti órák talán az, ahol én elkezdeném az életemnek a reformációját, mint ahogy én azt teszem is és tettem is, mert ez az, ahol relatíve sok idő, úgy értem, hogy viszonylagosan sok idő elfolyik az ember keze közül, és lehetne talán hasznosabban felhasználni, valamint megnézni azokat a szokásokat, amelyeket itt végez, hogy nem -e lehetne azokat kicserélni, esetleg hasznosabbra elhagyni azokat, amik nem célra vezetők. Szóval én mindenképp a reggellel kezdeném. A másik oka talán az, hogy így úgy indulna a nap, hogy egy pozitív lépéssel, vagy lépésekkel, ahelyett, hogy esetleg ha most ez nem így van, akkor az egész nap ugye rosszabbul indul. Szóval a reggel talán az, amire én a hangsúlyt helyezném, és olyan apróságok például, most ha valakit érdekel az én saját életemből, én néhány percig mindenképp végzek reggelente mindenféle bemelegítő gyakorlatokat, vá, karkörzést, fejkörzést és derékkörzéseket, azért mert elég sokat ülök naponta és ez segít abban, hogy ne fájjon a hátam, nagyon fájt a hátam, meg a nyakam, ez szinte teljesen elmúlt, visszaszorult ennek hatására, és ez csak tényleg néhány perc. Hogyha esetleg még egyszer elvégzem napközben, az mellett, a néhány edzés mellett, amit egy héten csinálok, akkor ez csodákat művel, de egészen olyan szintről, hogy, hogy már masszörhöz kellett járni, mert csontkovácshoz, ez szinte eltűnt ennek a rövid gyakorlatoknak a segítségével és ezáltal úgy is kezdődik a nap, hogy csináltam valami hasznosat, valami, amit elértem még akkor is, hogyha ez minimális erőkifejtést igényel. Én javaslom azt is, hogy mindenki végezzen valamiféle hasizom erősítő gyakorlatot. Persze feltételezvény, hogy az ember edz rendszeresen, szóval a többit is edzi, de a hasizom az különösen fontos a tartásnál, illetve a, testtartásnál, annál a pozíciónál, ahogy az ember képes ugye összhangba hozni végtagjait és ízületeit, és ez elhanyagolják, legalábbis a többsége az átlagember, mert aki jár edzeni, az sokszor túlzásba viszi, de az átlagember kétségtelenül elhanyagolja. Szóval ezt lehet, én javasolnék mondjuk két-három perc plank, azt ismeri mindenki ezt a gyakorlatot, esetleg felülések két, egy-két-három percig, de még talán a hasmés lenne a legjobb. Szóval ez egy dolog, a másik az, hogy és ez a kettő evidensnek tűnik, de sokszor nem az hogy mindenképpen az ágyát mindenki vesse be, mert ez egy olyan, azt hiszem, hogy egy amerikai tábornok beszélt erről, hogy vesse be mindenki az ágyát reggel, de Jordan Peterson is írt azt hiszem a könyvében, azért, mert ha semmi nem sikerül aznap, legalább már akkor is úgy indult az az egész, hogy valamivel, amit elértem, és valami pozitív, amit megcsináltam, még akkor is, ha ez apróságnak tűnik most. A másik pedig, a harmadik ezügyben, az pedig egy reggeli, Szóval ezt a hármat, hogyha megcsinálja az ember, és iszik mellé elegendő folyadékot, akkor a nap elindul nagyszerűen, és ez az egész nem vesz igénybe több időt, mint 15 perc. Így ahelyett, hogy az ember tényfereg reggel, meg szédeleg a lakásban, nyomogatja lefelé a szundid, és próbál kihozni magából ez, így többet ezen a módon, egyszerűbb lenne, hogy felpattanna mindenki, és elvégezni ezt a néhány dolgot, aztán hamar Belejönne ebbe a szokásba, és utána sokkal produktívabb is lenne a napja. Zárszónak ehhez a cikkhez összefoglalja, ez nagyszerűen itt, a hölgy az lenne a gyakorlat lényege, hogy felismerd azokat a szokásokat, melyek inkább elszívják az energiádat, mintsem feltöltenének, továbbá kimerült és fáradtá tesznek. Ezek azok, amelyeket érdemes megváltoztatni, lecserélni olyanra, amelyek valódi jutalmat jelentenek ezáltal erősödik az önbizalmad, még ha nem közvetlenül is, de hozzásegít céljaid eléréséhez. Mindsetpszichológia.hu egyetért az előzőekben olvasottakkal, az agy folyamatosan keresi, hogy hogyan lehetne az energiával takarékoskodni, és a szokások ebben segítenek, szervezik és stabilizálják életünket, ismerős helyzetekben átveszik a vezérlést a viselkedésünk felett. A szokás az nem más, mint egyszerűsített, automatizált művelet sor is, hogyha elégszer hajtjuk végre őket, eredményesen idővel rögzülnek, és tudatos figyelem és gondolkodás nélkül is képesek működésbe lépni. Ez nagyon fontos lenne még egyszer, hogy megértse mindenki, mekkora változást lehet elérni rövid idő alatt egyszerű szokásoknak az eszközlésével nagyszerű ez a gondolat, amit itt kiemeltem, ez mindenre igaz. Én ezt tapasztalom az emberek többségeivel. Én dolgoztam nagyon sokat, mint edző, illetve tanárként itt ott össze-vissza, és az egy óriás hiba az emberekkel, de egyébként a világ, az is az igazság megismerése terén is ugyanez a helyzet, hogy sokszor az azonnal akarja az eredményt elérni, az ember és mindent egy csapásra szeretne tudni, vagy ez esetben egy ilyen meg, mindent megváltoztató, titkos receptre vágyik. Ez, ez az edzésben a diéta terén ismerős lehet mindenkinek. Azt keresik az emberek, hogy mondjam meg azt, hogy hogy lehet lefogyni gyorsan, meg sehogy nem lehet egyrészt gyorsan lefogyni, másrészt meg még ha le is lehet, de tartósan az nagyon nehéz ahhoz ragaszkodni, ahhoz a súlyhoz, mivel ki kell alakítani azt a szokást, mint ahogy itt is, ami az egészséget jelenti, és utána alakul az embernek az erőnléte, meg a testalkat ahhoz a szokás rendszerhez, amit követ. Szóval akár miben is, mihez is kezdünk, el kell fogadnunk azt, hogy az egy hosszú folyamat lesz valószínűleg minél fontosabb, minél értékesebb a cél, annál hosszabb a folyamat, és annál több munkára lesz szükség de lehet a munkát csökkenteni úgy, hogy az ember kialakítja ezeket a szokásokat. Mondok egy másik szokást az én életemből. De emlékezzen mindenki arra, hogy a valóságban nincsen egyetlen jó recept. És minden ember, minden helyzet, sóvárgás, szokás az más, és némileg eltérő módszerekre van szükség. De egyszer, ahogy nézegettem ezeket a videókat, beszéltek arról, hogy a hidegvizes fürdő egy héten nagyjából azt hiszem 14, 11-14 perc kell összesen egy teljesen hideg vízbe zuhany vagy merülés ahhoz, hogy ez egy pozitív hormonrendszer, idegrendszeri reakciót váltson ki, különösen a dopamin rendszerrel kapcsolatos ez. De a lényeg az, hogy ez inspirált arra, hogy kipróbáljam, és akkor még nyár volt. Most ez, aki, ittél velem, ezt tudja, ez már ez ragályos, aztán teljes az emberekre, de én azt javaslom mindenkinek, ez úgy kezdődött, hogy rendesen elkezdem az zuhanyzást, aztán használom a túlsfürdőt, és onnantól kezdve csak és kizárólag hideg vizet használok arra, hogy lemossam magam, és mérem az időt, két percet vagyok bent. Na most ez semmiségnek tűnik, viszont hogyha valaki veszi a fáradtságot és kipróbálja, és úgy zárja minden egyes alkalommal a zuhanyzást, hogy ezt a másfél-két percet hidegvizes fürdővel tölti, vagy zuhanyjal ez esetben, akkor képes lesz kialakítani egy szokást, ami pozitívan befolyásolja az életét, és mindössze két percet vesz igénybe, sőt, vagy semmit, mert úgy is lemosná magát a zuhanyzás után. És én egyértelműen úgy érzem, hogy ez egy pozitív dolog volt, amit bevezettem az életembe, és persze ez egy küzdelem minden alkalma, hisz itt még ráadásul ez kútvíz is, szóval borzasztó hideg, de, de egy olyan dolog, amit elkezdtem, és én csak csinálom tovább újra és újra és újra, és mostanra úgy vagyok vele, hogy már nem akarom abba hagyni, mert már olyan régóta csinálom. És csak azért mondom el ezeket, mert szeretném, hogyha mindenki látná, hogy meg lehet csinálni, és minimális energia és idő befektetéssel hatalmas változásokat meg eredményeket lehet elérni, hogyha az ember kellőképpen kitartó. Emlékezzem mindenki, aki követte a Yahoo útja videókat, hogy mennyit beszéltünk a megfigyelés, megismerés, irányításról, és azt írják itt, hogy praktikus már létező szokásaink felülírásával indítani, hiszen a jelet és jutalmazó jó már elsajátítottuk korábban, így elegendő kérdéses viselkedést egy másikra, azaz egy versengő válaszot cserélni. Szóval az egyik szokás lecserélem egy másikra, csak beiktatok egy más szokást, amennyiben lehetséges. Ehhez kell felismerés, feltérképezés és tudatosítás, majd tervezés. Ami me megfelel azoknak, amit ott megbeszéltünk, hiszen hogy feltérképezzem, ahhoz meg kell figyelnem, hogy felismerjem, ahhoz ugye ott az a megismerés, és a megértés, a tudatosítás, tervezés pedig az irányítás. Szóval ez a hármast, ezt nem lehet elkerülni ahhoz, hogy az ember meg tudja magát változtatni. Talán a megfigyelés, megismerés, irányítás az, ami egyszerűen összefoglalja ezt. De ezt alkalmazhatja az ember az életterületének nagyon sok szektorában. Ha valakit esetleg érdekel, akkor végigolvassa ezt a cikket, én javaslom mindet egyébként, mert hasznos mindegyik. Következő oldal az practicalhealthpsychology.com, azaz gyakorlati egészségpszichológia.com. Olvashatjuk, hogy a pszichológusok meghatározása szerint a szokásos viselkedés egy automatikusan megtörténő cselekvés, egy adott helyzet és az arra adott válasz között megjelenő tanult Asszociációnak a következményeként. Inger és aztán reakció lényegében ez a helyzet és a megjelenő válasz. A szokás asszociációk akkor alakulnak ki, amikor egy adott helyzetre való válaszként mi következetesen ugyanazt csináljuk, amivel elérjük a vágyott célt. Létezik tehát egy kiváltó ingerület, ahogy megnéztük azt korábban, van erre egy válaszreakció, ami elér egy jutalmat. A káromkodás például ilyen szerintem azt az emberek kialakítják maguknak, mondván úgy, hogy én ezt csináltam évtizedeken keresztül, és mennyire könnyedén, illetve relatíve könnyedén az atya segítségével nyilván ezt meg lehetett változtatni. Egyszerűen csak nem mondom ki, amikor szeretném mondani, hanem mondok helyette mást. És lehet, hogy ez szépen fokozatosan tűnik el az ember életéből, de mégis eltűnik, és ez pontosan ez a szituáció. Ha lesz, van egy helyzet, arra úgy reagáltam volna, hogy káromkodok, akkor nem azt mondom, hanem valami mást. És aztán a jutalom ezért az, hogy ellen tudtam állni, és le tudtam győzni magam. Most ha valaki akarja jutalmazni magát, és ad egy, egy csokit, vagy egy cukrot magának, nem tudom, hogy az mennyire lesz hasznos, de kétségtelen, hogy akár elképzelhető az is, hogy valami, ami hasznos jutalom, azt be lehet iktatni. Már hogyha az erkölcsi győzelem az nem elégséges. Az asszociáció egyébként olyan erőssé válik, ez az asszociáció, ez a kapcsolat az ingerület és a cselekvés között, hogy elegendő a szituá szituációval találkoznunk, és automatikusan a cselekvés kiváltódik, anélkül, hogy végig gondolnánk, mit teszünk. A döntési folyamatot megkerülve mentális erőforrások szabadulnak fel a tudatos gondolkodás jobban igénylő feladatok számára, és ez fenomenálisan összefoglalja ezt az egész helyzetet, amiről szó van. Pontosan ez a lényege, hogy legyen egy reflexszerű reakció, és az agynak ne kelljen gondolkozni, hogy mit csinál. Megfigyelésen alapuló kutatások kimutatták, hogy sok egészséggel kapcsolatos cselekvés elsősorban szokáson alapul, és nem átgondolt. Hogy mennyi ideig tart ez egy szokásnak a képítése, az ugye változhat. Most megmondok néhány anyagot, amit ők itt feltárnak. A tanulmány szerint átlagosan 66 napig tart egy szokásnak a kialakulása. Másik szerint az edzőtermek új látogatóinak 6 héten át heti minimum 4 alkalom gyakorlása volt szükség, hogy egy új gyakorlat szokássá váljon. Terjed ugye a legenda, hogy 21 nap ez, akár ez is lehetséges, ez egy plasztikai sebész, dr. Maxwell Mac által terjesztett, ők itt városi legendának hívott nézete. A különböző tanulmányok során a vizsgálatok résztvevői, akik naponta ismételtek egy adott viselkedést, arról számoltak be, hogy ez a viselkedés két hét alatt második természetükké vált, vagy része lett mindennapi rutinjuknak. Mondok egy másik szokást, amit én kialakítottam az évek során. Én általában felszoktam kelni éjszaka egyszer, és nem tudom, hogy más is tapasztalja ilyet, de egyszerűen csak nem tudok visszaaludni. És azt vettem észre, hogy ha elkezdek forgolódni, meg hánykolódni, meg próbálni megkeresni a megfelelő pozíciót, akkor ez eltarthat másfél-két órán át is ez a folyamat. Viszont észrevettem azt, hogy ha elkezdem olvasni a Bibliát, akkor el tudok aludni egy olyan fél-három negyed óra alatt. És azt vettem észre, hogy, illetve azon gondolkodtam, hogy ha már úgy is olvasom minden nap, mert szerintem az egy nagyszerű gondolat, Különösen azoknak, akik járják az utat, feltételezem, de akik nem, hogy olvasanak valamit legalább, bár én javaslom a Bibliát, mert még ha valaki nem is hívő, de mindenképpen tanulni fog belőle. Más nem erkölcsi gondolatokat. Szóval, de bármit, olvasan, amit akar, csak hasznos legyen. És hogyha elkezdem ezt olvasni, akkor ez a fél háromnegyed 4 óra, ez megvan. Szóval úgy csináltam, hogy amint fölkeltem, nem, nem is próbálok meg. 5-10 percnél tovább hánykolódni, hanem azonnal kinyitom, felkapcsolok egy kis villanyt, ami ráadásul egy ilyen sólámpa lett a karba egy sapkával, hogy minél kisebb legyen a fény, mert ezt megbeszéljük a az alvás, meg a szemmel kapcsolatban, hogy miért fontos, hogy ne legyen erős világítás, legalábbis az éjszaka közepén, ahogy hívják, ugye ez a harmadik fázisa a napnak. Tehát felkapcsolom ezt a kislámpát, elkezdek olvasni, és amikor érzem, hogy fáradt vagyok, vagy ragad le a szemem, leteszem, elfordulok oldalra, lekapcsolom a lámpát, és visszaalszok. Szóval ezzel meg, megspóroltam nem csak azt a két órát, amit ott hánykolód vagy egyet akár, amit hánykolódva töltenék el, hanem azt az időt is, amit amúgy napközben, vagy reggel, mert én akkor szoktam, olvasnám a Bibliát. Érthető, hogy csak ki kellett alakítani ezt a szokást, és azzal rengeteg időt az ember, meg energiát megspórol, pihentebben kell föl, és az egész nap sokkal jobban működik utána. A szokás hatalma, ugye mondják az emberek. Ez látszik azon is, hogy például azok a szülők, akik kisgyermekeik egészséges táplálásával kapcsolatos szokások kialakításához kaptak tanácsokat, nyolc héttel később egészségesebb táplálási szokásokról és a gyermekek étrendjének javulásáról számoltak be. Tehát mindössze két hónap kellett ahhoz, hogy ez megváltozzon, ez a viselkedés néhány támpontot adnak nekünk ahhoz, hogy hogyan alakíthatunk ki új szokásokat. Most én kíváncsi lennék arra, hogy ki milyen szokást szeretne elhagyni, vagy milyen szokást szeretne magának felvenni, szóval hozzászólásban, ha megírjátok, akkor engem tényleg érdekel, mert biztos én is tanulhatok mástól, ami esetleg nekem nem jutott eszembe azzal a kapcsolatban, hogy mit változtassak. Mielőtt tovább mennénk, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az egyik ilyen az, hogy következetesen ismételjük az adott viselkedést. A gyakorló orvosok, pszichológusok javasolják pácienseknek, hogy egy adott helyzetre válaszképpen következetesen ismételjék ugyanazt a viselkedést. Így alakul ki a helyzet és a viselkedés közötti asszociáció, és alakul majd szokássá. Lehet, hogy nagyszerű, mikor az ember forgalomban van, mondjuk ezt magamnak is mondom, és valaki előtte szerencsétlenkedik, és nem akar haladni, akkor ösztönösen sokan szerintem valamit mondanak magukban, vagy elkezdenek idegeskedni azon. És ezt meg lehetne állítani, mikor elindul ez a folyamat, ki kell találni mindenkinek, hogy hogyan fogja ezt megcsinálni, de általában mély levegőt venni az egy nagyszerű ötlet. Ez egy másik szokás, amit én kialakítottam az idők során, mikor érzem, hogy a, a légzésem az elkezd sekélyebb lenni, és csak aprókat lélegzek, sokat egymás után, mikor az ember nagyon belemerül valamibe, vagy idegesebb lesz, mérges lesz, ahogy mondjuk, akkor mélyíteni kell a légzést, és ritkítani. Négy másodpercig le, egy másodpercig bentartani, és négy másodpercig kifújni. Ez egy nagyon jó stratégia, egy nagyon jó eszköz arra, hogy az ember megnyugtassa magát. Szóval, ha valaki idegesnek érzi magát, haragszik, vagy elveszti a kontrollt, esetleg pánikba kerül, akkor a légzést normalizálni kell, és ez egy nagyon jó gyakorlat. Szóval ez egy újabb szokás, amit én eltanultam így az idők során. De nagyon fontos, hogyha valaki tanul valamit, akkor, akkor azt alkalmaz az életébe, különben fölöslegesen csak az idejét vesztegeti mindenki, szerzi meg fel a tudást, hogyha abból nem lesz semmi a gyakorlatban. Érdemes emellett kiválasztani egy konkrét viselkedést, illetve egy konkrét vagy specifikus triggert vagy ingert, ami ezt kiváltja ráadásul úgy, hogy ez relatív gyakorisággal forduljon elő az életbe, és ne csak ritkán mondjuk évente egyszer, ahogy ők itt fogalmaznak. Érdemes olyat, amit önként választunk elkezdeni, amit szeretnénk megváltoztatni, nem azt, amit esetleg tanulunk vagy mondanak. A két utolsó dolog, amit itt megjegyeznek, és én is ezzel fogom befejezni ezt a videót: az, hogy egyszerű viselkedések megváltoztatásával kezdjen mindenki az életét, amit könnyedén meg lehet változtatni, ami sikeres lesz, és aztán ad kellő motivációt, meg önbizalmat a későbbi bonyolultabb változtatásoknak a végrehajtására, illetve legyen ez reális. Legyünk tisztában azzal, hogy mit várhatunk el akkor, amikor azt szeretnénk, hogy egy viselkedés szokássá váljon. Én nagyon sokszor találkoztam az edzőteremben azzal, hogy januárban megérkeznek az emberek az újévi fogadalom után, és mondják, hogy ők most már minden nap járni fognak edzeni. Vagy heti ötször, vagy mit tudom én, minden hétköznap. És, és én tudtam, hogy ez lehetetlen, hisz én ott dolgoztam, és én edzettem ötször. Szóval az, aki nem ott dolgozik, és el kell jönni oda, az szinte lehetetlen. Persze van, aki elszánt, meg meg tudja valósítani, de az emberek többsége számára az irreális, hogy minden nap eljönnek az edzőterem. Nincs is annyi idő, de nincs is értelme azt csinálni. És én így kezdtem felvázolni, hogy ha elkezdenénk úgy, hogy heti kétszer csinálna valamit, mondjuk intenzíven, relatív intenzitással, hogy nem könnyedén, vagy közepesen, hanem attól intenzívebben, már az egy óriási eredmény lenne a semmiről eljutni oda. Szóval én ezzel kezdeném, én ezt javasolnám, és nem az, hogy minden nap jöjjön az ember, ami ezzel ugye egybevág. Találtam egy könyvet, PDF formátumban van ez, itt megtalálható ezen a linken, a szokás lélektana és pedagógiája. 67 oldal nyilván nem fogok most belemenni, de akit érdekel, én javaslom, olvassa el. Én letöltöttem, aztán majd látjuk, hova jutunk. 9. oldalon azt olvashatjuk, hogy életünk legnagyobb része automatikus lefolyású, felkeléstől kezdve egészen a lefekvésig. Az a mód, ahogyan felveszük és levetjük ruhánkat, ahogy étkezünk, üdvözlési módunk, kalap kézmozdulataink, arcjátékunk, járásunk, ülésünk, udvariassági formuláink, sőt még hétköznapi beszédmodorunk, stílusunk, ideges, vagy nyugodt beállítottságunk, tevékenységeink, hivatásbeli munkáink nagy része mind-mind sokszoros ismétlés által megögzített cselekvések, amelyek szinte öntudatlanul mennek végbe énünkben. Nem véletlenül mondják azt, hogy a szokás hatalma mindenki ismeri ezt a kifejezést. Azért gondoltam, hogy ez fontos egyrészt magamnak minden ismeret, amit az ember megszerez és megért, aztán képes beépíteni azt a mindennapjaiba, az pozitívan változtathatja meg az életét, a teljesítményét, és szerintem ez az, amire törekednünk kellene. Bizonyára mindenki fog találni saját viselkedésében olyan rutinszerű, Mintákat, amelyeket érdemes lesz kiavítani, megszüntetni és örökre elfelejteni. Aztán ki tud találni olyanokat magának, amik hasznosak, építőek és közelebb viszik céljainak az eléréséhez. Mi értelme van nézni meg, hallgatni a rengeteg videót, hogyha az ember nem változik közben? És csak azért, mert ez nehéz, meg a többség nem csinálja, az nem jelenti azt, hogy én, vagy bárki más nem tudja ezt megtenni, mint ahogy nagyon sokan megteszik és megtették. Szóval a kérdés inkább csak az, amit el kell döntenie mindenkinek magában, hogy szeretne olyan maradni, amilyen most, és ismételgetni azt, hogy mindenki fogadja el olyannak, és szeresse azért, amilyen. Vagy hajlandó dolgozni azért, hogy megváltozzon, és legyen olyan, amilyen lehetne. Úgy értem a saját legjobb verziója. Aztán, hogyha megvan a válasz, akkor annak megfelelően cselekszik mindenki. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Hamarosan folytatjuk mindenkinek a legjobbakat, és hallelujah!